Tombol az influenza szezon, és ráadásul a koronavírus fertőzés terjedése is rengeteg riadalmat, rengeteg aggodalmat okoz az emberek számára. A szakértők szerint a szájmaszk használatánál egyébként sokkal fontosabb a kézmosás és a kéznek a higiéniája. Én a kezemben tartok most egy házilag is elkészíthető kézfertőtlenítőt. Erre vállalkozunk most itt egy Esztergomi gyógyszertár laboratóriumában, hogy megmutassuk azt, hogy ez akár négy perc alatt is könnyedén elkészíthető. Mielőtt még rátérnénk arra, hogy hogy kell ezt elkészíteni, beszéljünk egy picit arról, hogy lehet-e még kapni szájmaszkot, például itt most van egy dobozzal, illetve kézfertőtlenítő. Sajnos szájmaszk már csak korlátozott mennyiségben kapható, valóban a gyógyszertárban per pillanat ez az egy doboz érkezett, ez valószínűleg a mai nap folyamán el is fog fogyni. Készfertőtlenítő szappanunk egyáltalán nincsen, illetve a víz nélkül használható készfertőtlenítők is hiányciknek számítanak. Ugye éppen ezért talán az lehet a megoldás, hogyha valaki néhány alapanyagból, talán mindösszesen négy alapanyagból, itt rá is van írva az üvegre, hogy a WHO által ajánlott készfertőtlenítőt akár az otthonaiban is el tud készíteni? Igen, a, a, gyógyszerészek, a gyógyszertárak hivatalos formában is megkapták az ugyeitől a WHO által összeállított receptúrát, amelyben 96%-os alkoholból, 3%-os hidrogénperoxidból, glicerinből, illetve vízből készíthetjük el a készfertőtlenítőt. Az alkohol, gondolom, hogy itt az alapanyag közül, alapanyagok közül a legfontosabb, hiszen azt ugye említette is, hogy 96%-os igen, az alkoholnak van a, a vírus, illetve baktérium hatása, ezen kívül a hidrogénperoxid is hasonló hatásokkal rendelkezik, illetve magát a, az alapanyagokat, illetve a csomagoló anyagot is csírátalanítja. Használhatják a felnőtteken kívül például a gyerekek is, mert hogy ugye nagyon magas az alkoholtartalma, Gondolok én arra, hogy ezek az alkoholos készfertőtlenítők nagyon könnyen kiszárítják a bőrt. Igen, az alkoholnak erős bőrkiszárító hatása van. Ennek ellensúlyozására teszünk a készítménybe egy kis bőrpuhító, nedvesítő hatású glicerin, illetve a kellemesebb felhasználhatóság érdekében még citromolajjal is illatosítjuk a készítményt, aminek egyébként antiszeptikus hatása is van szintén. Van-e arra lehetőség, hogyha bárki betér ide a gyógyszertárba, hogy ezeket az alapanyagokat meg tudja vásárolni? Elérhetőek még az alapanyagok? Igen, minden alapanyag recept nélkül megvásárolható. 70-80, illetve 100 g-os kiszerelésben tudjuk ezeket a betegeknek kiadni. Arra esetleg van-e lehetőség, hogy ha valaki nem szeretné ezt az otthonában elkészíteni, nem tudom, hogy mennyire kell hozzá a ugye most itt mondtuk is, hogy egy laboratóriumban vagyunk, akkor itt elkészítsék neki. El lehet otthon is készíteni, annál is inkább, mivel az interneten nem csak gramban számolva van fent a receptúra, hanem milliliterben is, ami ugye otthon sokkal könnyebben elkészíthető egy egyszerű mérőeszköz használatával, és a steril körülmények pedig nem szükségesek. Van-e valamilyen használati útmutató hozzá, ami szintén akár a WHO által ajánlott, hogy hogyan és mennyit kell majd használni belőle? Igen, ebből a folyadékból 3-5 ml-t kell egyszerre a kézbe önteni, és teljes száradásig átdörzsölve a, a kezeket felhasználni. Köszönjük szépen az interjút. Uh, ahogy tehát láthatták is hallhatták is, van megoldás, és jelenleg még kaphatók a, a gyógyszertárokban azok az alapanyagokból, uh, alapanyagok, amikből mi is akár 4 perc alatt az otthonainkban el tudjuk készíteni az alkoholos készfertétlenítőt, ha már a boltokban nem lehet kapni.